Az Üsztürű zenekar legtöbb tagja otthonról hozta a hangszeres népzenei hagyományt, a vajdasági koncertre főként erdélyi és felvidéki muzsikával készültek. Elsősorban az erdélyi muzsikával foglalkozunk, de nyilvánvalóan egész Kárpát-medence zenével, valamilyen szinten falusi zenével foglalkozunk. A zenekarban a hegedű, brácsa, nagybőgő és cimbalom mellett Nyitrai Marianna éneke varázsolta emlékezetesebbé az estét. Az énekes bukovinai székely származású és néprajzkutató is, ezért is közel áll hozzá a népzene. Lehetőség szerint élő énekes mesterektől tanul az ember. Elkezdett kihalni az utolsó generáció, akik még ezt hordozzák, de még van. És én tulajdonképpen engem ez fűt, amikor erre-arra elindulok, és megkérdezek falvakban helyzeteket, embereket, hogy hallottam ezt a felvételt ettől az embertől, hogy esetleg tudnának, ha csak mesélnek a nagy énekesekről, már az is táplálja az embernek szerintem az ének szavát. A zenés rendezvényt a Topolyai Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ szervezte Topolya Község Önkormányzata és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.